Csaknem 1000 hobbi és profi méhész látogatott el a szaktanácskozásra és kiállításra, mert itt nagyobb a választék kellékekből, és kedvezőbben lehet megvásárolni azokat. A termelőket leginkább a kaptárok érdekelték, de a szakmai ismereteiket is szívesen bővítik. Nagyon örülök, hogy a mi politikusaink, a mi országunk felismerte a méhészetben rejlő a gazdasági erőt, hogy valójában gazdaságossá akarik tenni a méhészkedést, és sok-sok különböző segítséget nyújtanak különböző forrásokból. A gazdák sok ágazati problémával szembesülnek. A méhek elhullása. Ez a legnagyobb problémánk. Még a varó ellen valahogy küzdünk, és tudom, hogy egyre eredményesebben tudunk ellene küzdeni. De viszont a permetezések, meg sőt, mi több, nem is tudják egy része méhek, nem is tudják, hogy mitől hullanak el a méhek. Tehát elhalnak. A korszerű méhészkedést a költséghatékonyság jellemzi, de a piacszerzés is fontos. Csak azok a méhészek maradnak életben, akik közvetlenül tudnak értékesíteni. Hordóba termeltünk a szerb méhészek is javarészt, a magyar méhészek is. Magyarország méztermésének 2/3-át a nagybani piacon értékesítjük. Azonban tudomásul kell venni, hogy ez a nagybani piac nincs tekintettel arra, hogy akár a magyar, akár a szerb méhésznek a költségei hogyan emelkednek. Az ágazatot az elmúlt pár évben jelentősen támogatta a tartományi kormány és a Prosperitáti Alapítvány is. A cél minél nagyobb létszámú méheseket létrehozni. Fejlődik jobban az az ágazat, hogy nem a piacon áruljuk a mézet, hanem nagyba átadjuk, ez mind kivitelező lesz, külföldre ez a méz, Tiszakopva, hiszen Magyarországra viszek mézet, és ez egy bizonyos fajta föllendülés, hogy több tömegesebben próbálják az emberek a méheket gyarapítani, szóval legyen több kaptár, és hogy nagyobb mennyiségben dolgozzunk. A méhészek téli szaktanácskozásának a célja, hogy a termelők egymás tapasztalatait meghallgatva és a pályázati lehetőségeket kihasználva fejleszteni tudják méheseiket.